Hűtőkörfólia az autóból, préselt forgácslapból vágott doboz, elektromos kiegészítőkkel. Benne alufólia borítás alatt az UVC fényforrással megvilágított kis tér. Ez a garázsban készült egyszerű és olcsó szerkezet az alapja annak az eszköznek, amit ma már a Pécsi Egyetem Szentágutai Kutatóközpontjában használnak a COVID vírusok inaktiválására. Fiatal kutatók kezdték először a dobozzal, majd termosszal folytatták. Itt azért ez már rozsdamentes acél, ez egy teljes termosz volt, ránézésre is látszik, de ezt már lehet fertőtleníteni. És igazából itt az volt a lényeg, hogy köralk alakú legyen, mert ebben középen van... Henger. Vagy igen. Tehát ebben középen van egy UVC fénycső, ez az, ami besugározza magát a vírust és inaktiválja, fertőzés képtelenné teszi. Mivel az UVC káros, rákot okozhat, ezért kellett alkotni egy kamrát, hogy ne károsítsák a kutatók egészségét. A termoszos verziót fejlesztették tovább és használják a Pécsi Virológiai Nemzeti Laboratóriumban, ami a Szentágutai Kutatóközpontban kapott helyet. Itt meghatározták, mekkora UVC dózist kell kapni a COVID vírusnak, hogy ne fertőzzön, de kutatható legyen, mert épp marad a tüskefehérjéje, a külső burka. Így olyan kísérleteket tudunk végezni, hogy például azok az emberek, akik betegek voltak, meggyógyultak, és a plazmájukkal segítenék azokat, akik pedig szintén betegek, azok közül szeretnénk egy olyan rendszert felépíteni, amellyel kiválogatjuk azon donorokat, akiknek a plazmája valóban értékes, és valóban tudja segíteni ezeknek a betegeknek a gyógyulását. Ma nem mindegyik ilyen plazma alkalmas, ez egy tudományos kérdés, hogy vajon melyik lehet alkalmas. Ez az egyik része. A másik része pedig ez a sejtes és humorális immunitásnak nevezett kérdés. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy a vakcinák mennyire hatékonyak, meddig tart a védettségük, vagy a fertőzésen átesettség meddig nyújt védelmet. A kutató azt mondja, emberi vérmintákhoz adják majd az inaktivált COVID vírust a laboratóriumokban, és azt vizsgálják, milyen véralkotó elemekkel és köztük az immunrendszer sejtjeivel, ellenanyagával hogyan lép kapcsolatba. Így lehet még jobban megfigyelni a vírus viselkedését, működését, vagy következtetni például a védettség mértékére. Ez az inaktivált hatástalanított vírusra, mert nagyon sok vizsgálatot, kísérletet el lehet végezni a jövőben, akár alacsonyabb biológiai biztonsági szintű laboratóriumokban is. Természetesen hozzá kell tenni, hogy ez egy kísérleti szakaszban lévő vizsgálat, tehát egy tudományos munkákat, kutatásokat elősegítő első lépés volt. Mondja a virológus a fiatal kutatók fejlesztéséről. Egyébként a jelenlegi kutatásokat a Rolling Biotechnológiai Kft. Által elnyert, csak nem 130 millió forint teszi lehetővé. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapjától kapták.